De mi nagyon boldogok vagyunk, hogy a nehéz időszakban egyáltalán meccset tudsz lekötni. Éppen egy ilyen nívós ellenfél ellen. Azon a véleményen vagyunk, hogy mindig erősebb ellenfelek ellen kell tesztelni a csapatot felkészülési időszakban. Ennek ez a mérkőzés tökéletesen megfelelt. A Volán egy nagyon erős csapat, kompakt négy sora van. Ugye nyomás alatt voltunk sokszor, kevesebb időnk volt, kevesebb helyünk volt, ezáltal főleg a korong nélküli játékot lehetett tesztelni, hogy nehéz helyzetben, esetleg oxigénhiányos állapotban hogy reagálnak a játékosok. Összességében úgy gondolom, hogy jól szolgálta ez a felkészülésünket ez a mérkőzés. Well, first game, and try to focus on those little things that we've been practicing. But I would say that first one was a little bit slow, obviously, first game, first period. But after the first one, we talk about those little things, like what we can do better. And I think, like, from after the first 20, we got better and better all the time. And, you know, like, in the first we had to defend a little bit, but after that we didn't have to like get too big challenge of defensively. So there was a things that I was pretty pleased to see. Like we started to break out better, got a couple of rushes, more ozone time and things like that, and you know, forced them to take a few penalties. So I would say it was pretty okay as a first game. Hát nyilván ez mindig pikáns, amikor egy Erste Liga csapat a Zebelben szereplő magyar csapattal játszhat. Amiről te beszéltél, az olyan rég volt, hogy nem is emlékeztem, de tényleg rég volt, 19 éve. Hát nyilván más jégkorong, más a két sportág, amit mi akkor játszottunk, meg ami itt zajlik. De azt gondolom, hogy egyébként jó volt ezt látni. Voltak időszakok, amikor egyenlő esélyekkel tudtunk küzdeni, viszont azt is hozzá kell tennem, hogy nagyon sok buta kiállítást összeszedtünk, és egy ilyen erős csapat ellen ez merénylet saját magunk ellen. Egyrészt azért, mert a gyakorlást 5-5-ben nem tudod folytatni, a másik az, hogy rengeteg energiát elvesznek ezeknek a előnyöknek a kivédekezése, megoldás, hogy az 5-3-at meg egy 5-4-et sajnos megkaptunk. De összességében még egyszer azt tudom mondani, hogy rengeteg olyan videót fogunk tudni kimásolni, megmutatni a játékosainknak, ami nagyon sokat fog minket segíteni az előttünk álló szezonban. Well, we're gonna keep practicing tomorrow morning again, and yeah, we're gonna watch some videos. That's a good thing. Videos are a good tool, so it's good to have some clips for the coaches, and we're gonna show something for the guys. But yeah, I think we've been practicing a little bit, like breakouts, forecheck. Forecheck was a good, like I like that one. So that's something we're gonna keep on doing. D-zone coverage, we didn't have to do that too much, but yeah, for sure we need to work on that, absolutely. Well, pretty much, I guess, you know, little, like I said, like a little rusty start, but when the game went on, I think we got better and better, and it was good to see our fourth line was really good on forechecks and kind of showed a way for the rest of the guys in that way. Visti, 3 goals, and that was good to see. And I think all four lines, they still played pretty good at the end. Az első mérkőzés, ugye az első mérkőzés, ami mindig nagyon nehéz. Az ellenfél ellen is, ugye ők már játszottak egy meccset, mi meg még nem, úgyhogy próbálgattuk azt, amit az edző mondott, és ahogy
telt a mérkőzés első, második, harmadik, szerintem egy kicsit egyre jobban meg tudtuk azt valósítani, amit kértek. Nagyon fontos az, ugye, hogy az edző, amit kért tőlünk, azt próbáltuk belevinni. Mindegy, hogy milyen ellenfél ellen játszik az ember, ugye próbálja az edzőnek az utasításait, taktikáját végrevinni mindent az új játékosoknak, ugye, hogy nekem is sok új dolog van, de szerintem idővel majd minden jó lesz. Jó volt tényleg újra itt van játszani, a padon elég sok, tehát a kommunikáció, minden, jó volt újra itt van. Szerencsém volt, jó jött a korongok, úgyhogy éltem vele, köszönöm.